egy maraknyi székely, pontosabban egy tucat lelkes alapító tag és néhány hónapnyi papírmunka. Ennyi kellett ahhoz, hogy 10 évvel ezelőtt létrejöjjön a Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete. Mostanra egy több mint 100 tagot számláló, a város életében jelentős civil szervezetként ünnepelték a jubileumot. Hogy nagyon nagy jelentősége és nagyon nagy szerepe van a hagyományápolásnak, és természetesen ez a hányatott sorcú népcsoport, hogy ilyen szinten, ilyen formában, ilyen rangban meg tudott maradni, az egy nagyon dicsérendő és becsülendő dolog, és hát ehhez kívánunk nekik nagyon sok sikert, jó egészséget, és a másik része a dolognak, amit még meg kell említeni, hogy ezek a civil szervezetek aktív szereplői a városi rendezvényeknek is szerepet vállalnak, és hát így összességében akkor még színesebbé tudjuk tenni a városi rendezvényeket is, és hát összefogással és egész szép eredményeket tudunk elérni. Az ünnepségen az Egyesület elnöke visszaemlékezett a legfontosabb eseményekre, és vázolta fel a jövő feladatait. 2010. március 10-én 12 székely szekszárdi lakos összeültünk, és elhatároztuk, hogy Szekszárdon is legyen székely egyesület. És hát a szervezés azért egy kicsit hosszadalmasnak nyúlt, ugyanis úgy gondoltuk, hogy hát átnézzük a társ egyesületek alapszabályait, meg a józan paraszt észel, hogy mit lehet bevenni egy alapszabályba. Így beadtuk az alapszabályunkat, de közben megfeledkeztünk, nem voltunk még a civil mozgalomban, hogy a civil törvény életbe lépett, és az új civil törvény szerint kellett leadni, vagy beadni az alapszabályunkat, úgyhogy ismételten át kellett dolgozni, úgyhogy így körülbelül november 30-án tudtuk beadni az új formátum szerint az alapszabályunkat, akkor már 31 néhányan voltunk alapító tagok, hát az lett rögzítve a bíróságon, és hát ugye a törvények azok törvények, a bíró jóvá hagyta, január 2-ára átment a jogerős határozat 2011-ben, és abban az időben még nem volt ez az egyablakos rendszer, hogy mindjárt a cégbejegyzéssel adószámok legyünk, meg minden rendben legyen. A jogerős határozat után kérhettünk az adóhivataltól adószámot, úgyhogy érdekessége a dolognak, hogy ez január 17-ével megszületett, tehát magyarul én stílusosan szoktam fogalmazni, megfogantunk, megszülettünk, és január 17-én keresztelkedtünk, mert röviden és stílusosan a történet, tehát elég hosszadalmas volt az alapításunk, de hála Istennek utána gyorsan felgyorsultunk, felnövekedett a taglétszámunk, létrehoztuk az emlékparkot, létrehoztuk a közösségi házunkat, nagy rendezvényeink voltak, úgyhogy sok-sok mindent tudok elmondani a 10 évről, és hát csak ugye az idő is eljárt fölöttünk már, és nagyon gond az, és nagyon kellene a fiatalítás. Hát most azon vagyunk, ez a lényeg, a jövő feladata, hogy minél több fiatalt próbáljunk magunk közé megszerezni tagként. Az Egyesület a legaktívabban tevékenykedő tagjai számára Hadik András díjat ítélt oda. Az elismerést Illés Jánosné és Smíd Lajos, Szegedi Dezsőné és Szőcs Gáspár vehette át. Átadtak ugyanegykor egy posztumusz díjat is Sebestyén Gyula egykori tagjuk részére, ezzel is megköszönve, amit életében az Egyesület értett. Az ilyen kiemelkedő munkát végző tagok által vált a szekszárdi egy országosan is meghatározó közösségé. A munkájuk, az énekük, a programon való részvételükkel mind példát állítanak a többiek részére. Ugye hát ők 10 év az mindig azt jelenti, hogy az ember egy mérleget kell húzzon, és visszatekintsen a jót, ugyanúgy a rosszat is mérlegelve. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat tudnak a mérlegbe tenni, hiszen nagyon mozgékonyak. És bármilyen program van, tevékenyen jönnek, úgyhogy örülök neki, és bizakodok benne, hogy ez így folytatódik.